Az elmúlt héten fontos ünnep zajlott Pilis Szent Iván életében. Az idei Szent Iván naptájékán tartott napforduló fesztiválhoz egy jubileum is kapcsolódott. A község a német vendégekkel együtt ünnepelte partnerkapcsolatuk 25. évfordulóját. Az eseményeken stábunk is jelen volt. E heti szemlénkben a hét legfontosabb mozzanatait nézhetik meg, ha velünk tartanak. Emellett persze hírekkel és programajánlóval is jelentkezünk. Lesz zene, sport, traktortalálkozó, csavanapok és sör délután. Beodra volt a központ, de bárlak is legalább ilyen fontos volt, hogy a Torontál és Temesvár megye volt a birtokoknak a központja. Majd azután Budán építettek palotát, és házasság révén megszerezték a marcibányi grófok birtokai is. Ezt mindenki tudja, hiszen így lett karácsonyi birtok Solymár, Pilis Szent Iván és Pilis Vörösvár. És természetesen Kamenica is, ahol karácsonyi Guido is nyugszik a feleségével. Arte. Se supone que estoy en una galería de arte. Nekünk biztos, hogy foglalkoznunk kell azzal, hogyha a MÁV beruházás kapcsán megjelenő csapadékvíz többlet ugye megjelenik a vonalas létesítménynek a falu felüli oldalán, akkor az a víz az nem lehet mondjuk úgy, hogy szabad folyással bármerre elengedni. Nem feltétlenül bírságolni akarunk, bíróságra menni, meg erőszakoskodni az állampolgárokkal. Most is valaki letett 4 darab kismacskát az állatorvos rendelője elé egy papírdobozban. Tehát ha akartuk volna, akkor állatkínzásért tehettünk volna büntető feljelentést is, ugye?